És már vissza is tértünk az utolsó mérkőzésünkkel. Nézzük, hogy vajon mi lesz majd most a helyzet. Sikerül-e esetleg a visszavágón vissza is vágni a Piske Crew csapatának, avagy sem? Ez itt most a legnagyobb kérdés. Van egy Gnar, Malphite, Yasuo, két Odyssey skin és két Cosmic skin, az igen, összeöltöztek. Szóval Gnar, Malphite, Yasuo, Zaya és Rakan. Csak a Vegár más. Hello Balázs! Jó. A másik oldalt pedig a szokásos Tristana. Az előző meccsen ugye Erik Vegározott, úgyhogy ezt meg is tartotta. Van egy Shenünk, egy Yone-unk és egy Graves-ünk. Gyakorlatilag a Graves-t is megtartották jungle-be, úgyhogy félig meddig hasonló csapat lesz. De mivel a másik kettő karakter bant kapott, azért ott változtatni kellett. Hamarosan csatlakozunk be a mérkőzésünkbe. Nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a meccsnek a kimenetele. Feliratokat egy kicsit elméreteztem, úgyhogy az lesz az első, azokat elhelyezgetem jobban. Így. Jó. Nézzük. Lesz-e most is counter jungle, vagy sem? Ugye az előző mérkőzésen a piros csapat nagyon-nagyon benézte azt a counter jungle-t, és hát két killt is elszenvedtek. Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy most odafigyelnek-e, illetve lesz-e? De eléggé úgy látszik, hogy nem lesz. Gyakorlatilag egymással szemben Graves saját reggyét tervezi elhozni. Valószínűleg segítség kell, majd jól segít neki, ha jól látom. És itt is van Gnar személyében segítsége Junginak. Malphite Jungle. Azt például én nem is tudom, mikor láttam utoljára Malphite Jungle-t, nagyon régen. De ettől még működhet. Abszolút működhet. Úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy egy kiegyenlített mérkőzés várható, de bármi megeshet. És elkezdődött. Minden már gyakorlatilag Yone versus Yasuo van, úgyhogy kard a kardnak feszül. Botlén az a szokásos felállás. Annyi, hogy most már Erik van. Az előző mérkőzésen még nem Erik volt a support a Piske Crew csapatában. De most már ő van. Úgyhogy... autofókusz, az nem talál engem a kamerán nagyon, de talán sikerül neki. Nézzük, ki tud előnyt kovácsolni. Hát egy kicsit belenézzünk, hogy mi van a jungle-nél. Graves és Malphite hozza a jungle-t. A toppon itt van egy Gnar versus Shen. Ugye Gnar az Shebi. A Shen pedig hát olyan szempontból ismerjük, hogy őt botonnak hívják, és már itt van egy ideje, ugye az legelső meccsen is volt. És rögtön Vince meg betámad. Itt a dupla kardos történet zajlik. Egyelőre senki nem áll jobban, de Vince nagyon szépen dodge-ol és támad. Viszont nem jön ki belőle túl jól. Nem jön ki belőle túl jól ettől még. Úgyhogy ami biztos, hogy egyik lénre se tudjuk azt mondani, hogy valaki jobban áll. Meglátjuk. Meglátjuk ki az, aki előnyt tud ebből most kovácsolni ebből a helyzetből. Mindenki sokkal óvatosabb. Vince pedig próbál védekezni. Kérdés az, hogy visszamegy, aha.
Igazából itt most sok damage-et kapott Vince, úgyhogy az nem esett valószínűleg jól neki, de nem hagyja magát és marad a lénen. Viszont jön egy nagyon szép védekezés volt Vince-től, úgyhogy gyakorlatilag a ganket túlélni, de viszont Graves-től ez egy nagyon-nagyon szép gank volt. És hogyha Vince nem elég óvatos, akkor ez rosszul járt volna. A kérdés az, hogy Gnar sejti-e, hogy Graves a közelben jár. A helyzet az, hogy anélkül sincs valami fényes helyzetben most. Graves pedig közben ott sétálgat a kettő lén között. Miközben a bot az elég eseménytelen, és megint elfelejtettem berakni a scoreboardot. De most gyorsan ezt helyre hoztuk. Úgyhogy már láthatjuk is a farmokat, amik nagyjából azért egyenlőek. Nincsenek ugye egymás mellett sajnos, mert nem úgy... Jaj, de én sorba tudom tenni. Nagyon jó, akkor sorba tesszük. Azt mondja support. AD carry. Midlaner, úgy. Na, most már sorba van. Még ki nem derülnek mi. Nem szeretem spectator módban nagyon lenni. Tehát most már sorba van, a top lanerek teljesen egálban állnak. Graves azért jobban farmol a junglebe, és közben egy csata, ami igazából eddig tartott. Miden is nagyjából legál. Boton viszont egyáltalán nem hagyják farmolni Gergőt, vagy Gergelyt. Egyáltalán nem hagyják farmolni, úgyhogy ott van egy kis gond. Vince pedig szintén gondba lehet Vince, de megúszta. Gnar pedig ultiba váltott, Vince pedig potizik. Kérdés, hogy mi lesz meg később, mert most egyelőre hátrányban van Vince, de egyébként meg ez a farmukban nem mutatkozik meg. Azaz, innentől még bármi történhet. A bottom viszont nagyon-nagyon bepusolják. Igazából valószínűleg Gravesnek itt kéne gankelnie hamarosan, mert a botlén az gondba lesz, azért az a farm különbség 37-13. Martin pedig már láthattuk, hogy mi van akkor, hogyha elfidelődik, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt akarják. Hogy Zajával elfidelődjön. Menekülőre fogja Sebi, mivel 2v1 van. Nem jött ki belőle olyan rosszul, és Vince pedig próbál egy killt hozni. Nagyon volt messze. Eltalálta volna, akkor ez megvan. Igazából közel is volt, viszont farm előnye van azért Vincenek, most már 12-es farm előnye. Azért az nem rossz, úgyhogy igazából a veteránok most a farmmal tudnak egy kis előnyt szerezni, ez igazából nem sok, 300 volt. Vince pedig már azonnal támad, jajjaj. Nem sikerült, a First Blood Vince pedig, akit minden elintéztek, de az a helyzet, hogy nem sokon múlt, nagyon szép volt a gang. Graves abszolút jól játszik ilyen szempontból. Ismét jókor volt a jó helyen, hozzá el a sutyerákot. És majd azért kicsit kell figyelnie Sebinek is a toppon, de nem jön erre Graves, meg nem is volt olyan sok élete már. És leragadtunk itt a top play-ben, hát máshol nem történik semmi. És Sebi elkezd egy kicsit támadni, rossz irányba megy az a... Aj, de visszafele eltalálja, bármi lehet még! Sebi próbál itt most gyorsan egy killt szerezni, sem pedig a bokorba rohan. Ha lett volna ott egy Vard, akkor ez megvan. Mindjárt át fog alakulni. Ezt kéne valahogy kihasználnia. A kérdés, hogy ki tudja-e. Sen nagyon odafigyel, és szépen hátra megy. Úgyhogy ezzel nincsen probléma. Nem sikerült kihasználni ez ulti, de most mégis megtámadja, és a falhoz vágja. Egy óriási kill lehet. Nem biztos, hogy meg lesz. Hát, nagyon-nagyon közel volt. Ilyenkor ugye hiányzik az Ignite sajnos, viszont Gnar még nem volt otthon, tehát gyakorlatilag Sebi nem ment még haza. De lehet, hogy most itt lesz az ideje, mivel Shen sem volt még otthon. Úgyhogy ez egy kigyelített top fight, abszolút. Az első meccset letekintve egyébként, vagy első meccstől eltekintve, abszolút paliba van Sebi bárkivel a toppon, és ismét Vince próbál minden. Egy killt szerezni nem fog sikerülni, de nagyon-nagyon-nagyon meg lesz készített ezt a jont. Akinek haza kell mennie, és nézzük, hogy mi a helyzet itt a top boton. Hát, nagyon-nagyon súlytalan ez a Veigar és Tristana.
A farm különbség az valami eszméletlen 40-es. Tehát az 8 és fél perc alatt 40 farm különbség, hát... Jungi annyit farmolt összesen, amennyi a különbség a két ADC között. Ez nagyon-nagyon sok arany, ez nagy probléma lesz. Nagyon-nagyon nagy probléma lesz ez boton. És Vince ismét miden próbálkozik. Nem látjuk közben, pedig szeretnénk. Hát... Megúszta jón ismét, szóval... Ott is Vince egy killes hátrányban van, a farm az nagyjából egál. Bármi lehet, viszont Grace nagyon jókor szokott jönni. Úgyhogy vigyáznia kell. Megpróbálta ismét elkapni, nem sikerült, de nagyon-nagyon nagy damage-eket ad Vince. Úgyhogy Jonnak megint menekülőre kell fognia. Ettől függetlenül nagyon jól csinálja. És az nagyon szép volt ez a farmolás is. Graves-vel jelez, hogy kér segítséget a midganghez. De gyakorlatilag Vince is jön segíteni. És vár a bokorban. Nem tudom, mik ezek a kérdőjelek. De valószínűleg azt jelentette, hogy ott valami, valahol van egy Graves, csak nem tudják hol. Köze megtalálták, Jungi berak egy vadot a sárkányhoz. És minden ismét kettőbe egy alakul ki. De nagyon szép az ulti Vincétől. Illetve nem ulti, hanem hurikán. Vince ismét visszajön. Ott lehet egy kis probléma. Nagyon-nagyon megy le az élete. Kérdés az, hogy vissza tud-e valahogy vágni? Nem. De igen! És nagyon-nagyon szép kill volt. Megvan a visszavágás. Igaz, hogy nem ő kapta a killt. Hanem Malphite Jungival. Viszont nagyon-nagyon szép volt az, hogy jött segíteni. Ezáltal sikerült elhozni az első killt. És mit elmond ugye a mérkőzésre? Hogy gyakorlatilag a... 2 kill volt 10 és fél perc alatt, ami azért arra enged következtetni, hogy nagyon óvatos mindenki, nem szeretne gyorsan hátrányba kerülni, és egyébként nagyon jól is játszik mindenki, úgyhogy tényleg már előre azt kell mondani, hogy ez az eddigi nap legjobb mérkőzése egyértelműen, és a legizgalmasabb meccs, egy 1000-es gold különbség van, ami semmit nem jelent, az nagyjából a bot, az 1000-es gold különbség. Ott Martin iszonyatosan nagy különbséggel, tehát 90-25, látszik, hogy Rakan nullát farmolt, viszont Erik elfarmolja az AD carry-je elől a történetet, úgyhogy nem lenne akkora farm különbség, hogy Tristana jobban farmolna és a support nem vinni el. De hát Erik nem is annyira supportot játszik, azért veszi az AP-t rendesen rá. Itt egy Gnarsen ütközet lehet, 1v1, mert Graves nem itt van. Viszont Graves próbál lehet majd bekerülni. Nagyon-nagyon szép ez most éppen Sebitől. Az ulti már nem biztos, hogy kell. De közben elhoznak egy sárkányt is a kékek. Elhoznak egy sárkányt, mivel Graves counter jungle-ezik és nem tudott éppen segíteni a sárkánynál. Úgyhogy az első sárkány az a veteránokhoz vándorol. És ott egy kis csapda a kékektől rögtön boton, láthatjuk is, ahogy Veigar menekül, és Tristana is, és megúszák. Veigar egyébként nagyon szépen fedezte a seggüket. És itt láthatjuk Graves-t, amint a súly nekiállt a Heraldnak. És valószínűleg simán el is viszi, úgyhogy... ez is egy kicsit hiba, hogy nem veszik észre, de... sárkányt a Herald érhet, majd döntse el mindenki, hogy melyikért többet. Herald azért érhetett tornyot, viszont Sebi nagyon szépen harasol. Nagyon szépen sebezget. Hát... Martin meg köszöni szépen, ő sebez. De azért kapja is a damage-et. És ott lehet a 2v1. Viszont átalakul Sebi, és mind a kettőt a falhoz vágja. Mi lesz ebből? Vajon lesz a kill? Menekül a 2v1-ben, menekülnek Sebi elől. Meg lehet esetleg... Ott van a Malphite, de nem segít az ulti! Na, ez egy nagyon szép play volt, és nem is lehetett vele sejteni, hogy ez fog történni. Nagyon jó volt a Malphite, csak kicsit előrébb kellett volna az ulti. És akkor megvan. Nagyon szép volt egyébként a play mind a két oldalról. Viszont a Bishke Crew csapata előnyhez jutott, és jobban jöttek ki ebből most.
Úgyhogy nagyon izgalmas mérkőzés is lesz. Teljesen más alakul, mint az előző, amikor nagyon kikaptak. Úgyhogy egészen érdekes. Meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Az a Graves az biztos, hogy nagyon 3-0-val áll. Mindenki Graves-nél van, úgyhogy ez jó is, meg rossz is, mert ugye majd ha kifókuszolják, akkor probléma. Ellenben viszont a jungler az nagyon erős megint a Biske Crew csapatánál. Úgyhogy bármi történt. Vissza is ért közbe. Sebi és lassítja azt a Shen-t, aki nagyon-nagyon próbál menekülni, de kapja a damage-et és meghal! Nagyon szép play volt Sebitől, és nagyon nagy hiba Shen-től, hogy nem ment haza egyébként. Vince pedig ismét 1v1-be bocsátkozik. Viszont ebből sem jön ki jól most. Úgyhogy valószínűleg menekülnie kell, és meg fog halni, Vince meg is hal. 0-2-vel kezdi a mérkőzést. Sebi pedig közben hozza a top tornyot, pushol, miközben még mindig a farm különbség csak egyre nő. Most már lassan egy 100-as farm különbség lesz, és az a legdurvább, hogy Tristana kevesebbet farmol, mint a supportja Veigar. Jó, ja, Balázs, igen, lehet. Nem. De hogy is Balázs, ügyes voltál amúgy. És most ezt a Veigart megpróbálják elkapni, és megvan a Veigar, és lehet, hogy Gergennek menekülnie kell, amit meg is tesz. Malphite egyedül védi a mites tornyot, de inkább menekülőre kéne fogni, úgyhogy el is indul, és nem fog meghalni, viszont az a baj, hogy életbe maradt, és bele fog fejelni a következő toronyba. Ó, nagyon szép ulti volt! Vajon killt lehet-e belőle hozni? Vince és Jungi elhozzák a killt, és most Grace menekülőre fogja, és elkapja még Vince őt is, de lehet, hogy meg fog halni. Meghal Vince, de vajon meg lesz-e a kill, mert Shen közben megérkezett. Nem viszi el már sajnos az Ignite, és közben egy push kísérletében megvan egy torony is. Úgyhogy sikerült elhozni egy tornyot. Egy-egy a toronyállás ezzel. Graves az a megy, az a Graves az nagyon nehezen ölhető, megint Shen nagyon szépen jött rá. És most lehet egy 1v1, de hát... Inkább úgy döntött Shen, hogy ez most nem az ő pályája. Nagyon szépen pusol Sebi. A kérdés az, hogy időben vissza fog-e fordulni, mert már hárman tartanak felé. Visszafordult. Jó is tette. És közben tényleg nagyon közelítünk a 100-as farm különbséghez. Ott az AD-kerű fronton nagy problémák lesznek csapatfightnál. Úgyhogy kérdés az, hogy ez majd így hogy fog kijönni. Vince megint meghal miden. Ez most már a harmadik. Negyedik neki. Félre is néztem. Meg kell védeni a mides tornyot. Úgyhogy Malphite megy védekezni 1v1-be, azért fog tudni. De nem hiszem, hogy be fogja tudni védeni. Sajnos ketten vannak. Mondjuk ott az ulti Malphite-tól. És ott van, jön közben Martin is. És még a tornyot is megvédik. Vagy nem? Nem biztos! Nem védték be, egyetlen egy minion lövésen múlt a torony. Lehet hozni a sárkányt. A piros csapat első sárkánya lenne, viszont jönnek a vardok. Itt kettő is rögtön. Közben mi lesz itt toppon, mert ugyebár jön az ulti, a Gnar ulti, és nagyon-nagyon szép is, csak az a probléma, hogy félremérett ezt az egyik csapást. Úgyhogy Sebi most próbálkozik, és meg fog halni, Sebi lehet, de nem hal meg Sebi, mert ő gyilkol inkább. És a sárkányt is elhozzák a kékek, úgyhogy itt a comeback. Egy pici hátrányt most elkezdték ledolgozni. És megint kiki meccs van. 3v3 boton, a bot team menekül. Kérdés az, hogy mi fog történni. Egy halál már rögtön meg is van. Graves az darál mindenki, de ő is meghal. Zaya tudta elvinni, Martin tudta elvinni. Viszont a probléma az, hogy ő is meghalt, ugye? Az nagyon szép volt. És ott az a Gnar, az biztos, hogy meg fog halni. Semmi esélye nincsen már, sajnos el van fidelve kicsit a mides, de igazából 3-3 bálicsit vissza is szívom, mert nincsen. Inkább a Graves az, aki el van, és nagyon sok aranyárt érte egyébként Martinnak, akinek amúgy sincs kevés. 3-1-be áll, 130 farm majdnem. A toppon is 130, egyébként abszolút túlfarmolja a két csapat a pirosat, kivétel a jungle-be ott egyáltalán nem. Miden is van egy pici különbség, de az nem annyira számottevő. Boton azért az a 90-es, az 80-90-es az számít.
Az abszolút számít. Tényleg méltó az utolsó meccs, az utolsó meccs elnevezéshez és a döntő elnevezéshez. Úgyhogy ez egy nagyon jó mérkőzés, és még hol a vége? 7-10 zárás, igazából a Bishkek Roo vezet, de teljesen kiélezett. Van egy közel 2000-es aranyelőnyük, és a Sutyit megint, vagy a Heraldot megint el lehet hozni. Miközben a boton esni fog a torony, Tristana semmit nem tud tenni, sőt, hát majdnem ő is belehal, igen, menekül is rögtön. A Herald az másodszorra is el lesz víve, Graves nagyon-nagyon jól játszik. Vince közben fájtól, és az a probléma, hogy jön Graves, amiről nem tud, úgyhogy menekülni kéne. Megoldja. Megoldja Graves egyébként, kicsit ha sunyibban jön, akkor lehet, hogy megvan ismét a kill. Nagyon jók a genkjei, nagyon jól mozog a pályán. Abszolút eddig ő a csapat a legjobbja, egy kimagaslóan a csapat a legjobbja. Megint fönt egy 1v1 van Gnár és Shen között. Amint visszaalakul, azonnal Shen bátrabb lesz egy picit. De nem biztos, hogy az annyira jó, hogy bátor Shen, mert közben az ő élete megy le, és nem igazán látszik úgy, hogy eltűnne egyébként a másiknak az élete. Nem is értem, hogy Shen miért próbálkozik. Hát esélytelen, most egy nagy menekülés Shentől. A kérdés az, hogy utolérje még Sebi, utol tudja érni, semmi esélye nem volt a Shennek. A top az abszolút egyébként a két csapaté, 3-2-ben áll. Amúgy Sebi, de a két halálból Shen csak egyet tudott abszolválni. 0-4-ben áll Vince, de nem szabad leírni, mert még bármi történhet. Viszont egyelőre nem, ez nem az ő mérkőzése, az teljesen biztos. Ez teljesen biztos, hogy nem az ő mérkőzése, viszont ő most 1v1-ben rámegy, és most kikerül mindenféle támadást, a kérdés az, hogy mi lesz, mert rossz irányba megy, ott a Malphite ult, és a flash-t kihozza. És megjött Shen segíteni, úgyhogy nem nagyon van esélyük szerintem. Vince meg fog halni 5-5-szörre is, Malphite-nak pedig futnia kell, de meg fogja Svámusz, és megjöttek Martinék, úgyhogy futni kell vissza. A pirosaknak most már változott a helyzet, viszont mindjárt 5-en lesznek. Úgyhogy lehet, hogy az lenne a legokosabb, hogyha most meg kellnének a kékek, de nem fognak, úgyhogy hatalmas fight van. Viszont ez a Zaya mit damage-el? Jézusom! Nagyon-nagyon szép, és a Gnár is ott van. Az a probléma, hogy nem lesznek ott már killek, mert egyedül van Gnár. Ez egy nagyon-nagyon nagy fight volt most a piros csapatnak. És a probléma az, hogy hát hozzák a Heraldot, úgyhogy nagyon nagy gond, hogy be fogják ütni középen a tornyot. Nem nagyon lesz esélyük így most védekezni, mert nem él senki. Vince már visszajött, de nem biztos, hogy ez egy jó ötlet. Nagyon-nagyon jól játszotta meg a Bishkek Roo ezt. Igen. Igen, Dani. Az nagyon tud, tényleg. Én is azt hiszem, hogy a Jonas hibátlanul játszik egész meccsen gyakorlatilag. Jó, hát azt nem mondanám, mert jól meghalt 4-szer, de hogy közben meg 1v1-ben nem nagyon tudja senki elkapni. Az a probléma, ugye. Még így is a 2-3 a toronyállás, mert boton és toppon egyébként a kék csapatá jobban, de az nem sokat számít jelenleg. Jön az új sárkány, amit megpróbálnak elhozni mind a ketten. Graves-ék jönnek, melyik lesz itt, ki lesz az, aki... Jó, nem most megint egyvégyezik Vincével, és Vince meg is fog halni ismét, de valaki segíthetne neki. Nem hal meg Vince, de megvan az első kije, és elkezdik a sárkányt, és a kékek, nem nagyon pirosak, vissza is vonulnak, inkább split push-sol Shen megpróbálja elhozni a top tovert, hiszen az sokat érhet még a csapatnak. Kérdés, hogy valaki megpróbál-e fölmenni védekezni topra, inkább miden fognak védekezni valószínűleg. Egyébként a két csapatnak ez a háromból a harmadik sárkánya, míg ugye Heraldból elmisszeltek kettőt is, az mind a piros csapathoz vándorolt. És Shen biztosan elhozza már a story, de nem biztos, mert megjön ultival együtt Sebi, és bevédi a tornyot, úgyhogy egyelőre áll a torony, ami egy jó és szép döntés volt védekezés szempontjából, hiszen így kevésbé lehet majd pusholni. A kérdés, hogy Sebi rámegye
topon, de úgy tűnik, hogy nem. Na! Nem. De! Rámegy Sebi utolsó pillanatban Shenre, Shen pedig már kicsit el is aludt talán, úgyhogy megint egy jó 1v1 lehet neki. Kérdés, hogy kikerül-e rendesen a Shen támadásait, vagy sem. Úgy döntött, hogy nem 1v1-ezik. Valószínűleg szólászoltak a többiek, hogy Graves arra járhat. Kérdés az, hogy Sebi ezt most vágja-e, hogy nem kéne itt tovább menni. Közben egy jelzés érkezett a Baronhoz. Martinék már ott a Baronnál ólálkodnak, miközben itt egy 1v1 van. És nagyon jól néz ki Sebinek. Viszont Vince próbál most revansot venni az eddigiekért. És megy az 1v1 még mindig. A kérdés az, hogy az a Shen mit tud tenni most majd ennek érdekében, hogy esetleg... Esetleg... megölik egymást. Nem kerültek ki most eléggé Sebi a dolgokat, de így is egymást hozták el, egy az egyért. Úgyhogy a két top lane-el kiszállt most a bunyóból. 4v4 van így most miden, mindenki. De Jone felment védekezni, úgyhogy egy 4v3-at megpróbálhat esetleg kierőszakolni. 4v3-at megpróbált kierőszakolni a két csapat. Kérdés az, hogy mennyire szeretnék ezt. Hát... az a torony az álban maradt. Jón vissza is jött egyébként. Úgyhogy... itt most nem volt értelme fájlásul. Ráadásul ugye az a helyzet, hogy most már mindjárt kiegészülnek. De még egy, még 4v4 van. Nagyon szép volt. Nagyon szép volt az, de nem fog meghalni. Úgyhogy menekülni kéne talán! Ebből megint a piros csapat jön ki jobban, mert senki nem halt meg. Zaya pedig hiába menekül. Nem sok esélye van, leáááá, és sikerül stunolni Zajának, túléli. Megint nem jöttek ki jól a fightból, nem volt ott Gnar. Ellenben sem, meg ugye tud jönni ultival. Hiába bot és top push, minden ezt nem lehet levédekezni. Valószínűleg öten jönnek, endelni akarják a meccset. Kérdés az, hogy tudják-e, ketten vannak csak védekezni. Viszont ha sokáig várnak, akkor ez nem lesz már jó nekik. Mindjárt meglátjuk, hogy mire mennek az egy Gnar, Zaya. Azt lehet, hogy meg tudja védeni, és föl is adják, inkább elindulnak esetleg a Baron irányába, vagy védekezni. Most ez a kérdés, hogy melyik lesz. Szerintem a kék csapat úgy gondolja, hogy Baron lesz, viszont a piros csapat máshogy gondolkozik. Sárkány az még nincs a közelben. Úgyhogy az a döntés születik a kék csapat részéről, hogy miden védekezzünk. Nem sikerül elkapni ezt a Shent, valószínűleg el is ment. Grace még ott ólálkodik. Kérdés az, hogy elkezdik-e a Baront. Elmerik-e kezdeni. Nem valószínű, hogy elfogják. Ott a sutyarákos védekezés. Abszolút látják, hogy mi történik a Baronnál, úgyhogy nincs is értelme elkezdeni. Viszont a top tornyot, meg, vagy a mid tornyot meg lehetne próbálni, de nem biztos, hogy érdemes. Most ez nagyon nagy kérdés, hogy meg el lehet-e hozni a tornyot. Megpróbálják. Gnar az eszeveszettel lövi, a kérdés az, hogy mit tud tenni Gnar, mert őt elkapják, és meg eltűnik Gnar élete konkrétan. Hiába az a baj, Jungi most ulcik, és jön rá a kombó. A kérdés, hogy mi lesz itt? Nem lehet a Shent, nem lehet egyszerűen fókuszolni Shent, meg fognak halni a kék csapat tagjai így. Vince ott marad, de mégsem. Végül is nem jöttek ki rosszul, egy az egyért. Gyakorlatilag ez egy kiélezett küzdelem volt, de nagyon közel volt, hogy megint elpusztuljanak. Nem sokon múlt. Megpróbálják itt most valami fightot próbálnak kierőszakolni, de nem nagyon tudják, hogy ki hány emberre van itt. És az a helyzet, hogy pirosak, azok egy csapdát állítanak, amiben... Lehet, hogy be lesz fog sétálni Vince, Jézusom, mert nem Vince, hanem Jungi sétál bele, és Jungi meghal. Igen, ez várató volt, hogy oda most nem szabad menni, ők most gyakorlatilag a ötödik játékos nélkül, de mindenki ott volt. Nem kéne itt most talán fightba bonyolodni, a sárkány a negyedik viszont, az egyértelműen a piros csapaté lehet. Viszont nem lehet megölni ezt a Shen, túl sok élete van és armorja. Itt csak a menekülés az egyetlen lehetőség. Egyre jobban látszik elúszni a mérkőzés a két csapatnak. Úgyhogy itt most ez egy nagy kérdés, hogy innen van-e visszaút.
13-21, az nagyon, most már nagyon nagy különbség. És nagyon jól mozog egybe egyébként a piros csapat. Úgyhogy ez egy kicsit probléma lehet. Elbújt Vince, csak nem tudni miért. Megoldotta. Igen, ott próbált volna egy kicsit ott oldalt halászni, de ez nem jött össze. Már csak azt nem tudjuk, hogy a piros csapat rá megint csapdát állít. Egyértelműen tudják, hogy nincs ott Ward. Tudják, hogy valaki belesétálhat, sem próbál egy picit csalogatni valakit, és neki indulnak a baronnak. Vajon neki mernek-e indulni a baronnak? Ez egy nagyon nagy kérdés. Most gondolkoznak rajta, de inkább csak csapdát próbálnak állítani. Megnézték a baron, tudják, hogy nem baronoznak, úgyhogy nem szabad menni. Ezt is valószínűleg nagyon jól tudja a kék csapat. Mivel ma megint spoilereznek a chatben, ezért nem szeretem én ezt. Ne GG-zzetek itt nekem rögtön. A kék csapat megpróbálja utolsó offenzívát indítani. És ha nem spoilereznek a chatben, akkor még izgalmasabbak, és gondolhatjuk a meccset. Gnár megint eltűnik az egész élete, gyakorlatilag a piros csapat megnyerheti a meccset. Ez a mi taktikánk, ha? Megnyerheti az egész meccset, a piros csapat nem tudnak damage-elni. Malphite marad egyenlő életben, és vége. Öten maradnak a piros csapatban, megnyerték a mérkőzést. Semmi probléma, Ákos egyébként. Csak pont még olyan szituáció volt, hogy nem lehetett tudni. Úgyhogy emiatt kár egyébként, hogy mondtad, de nem gond. Jungi, most már mindegy. Nagyon szép mérkőzés volt, ismét amúgy. És abszolút gratulálunk mindkét csapatnak. Megint egy nagyon jó és izgalmas meccset játszottak. És ez gyakorlatilag 10 és 30 percből 10 és fél perc azzal telt el, hogy 2 kill volt, annyira óvatosok mindenki. Viszont a mérkőzés vége az így a Bicske Crew-é. Semmi probléma. Hát figyelj, Boti, avval a Sennel azért csicskultál toppon. megint neked nagy a szád, csak éppen pont te nem voltál annyira toppon a toppon. Úgyhogy óvatosan. óvatosan azzal a semmi problémával. 1v1-ben a Gnár ellen nem nagyon sikerült. Vége lett közben a mérkőzésnek. Alá kell becsülni mindenkit, úgy van. Így kell nyomni, ennyi. Na hát köszönöm szépen a mai meccseket, ez nagyon, nagyon jó volt. Nem kezdtem el semmit mondani, csak azt, hogy nem mindig éri meg nagy szájúnak lenni, én csak ezt mondtam. Semmi más nem kezdek el. Damage-et is nézzem meg? Jó. Megnézzük a damage-et. Jézusom! Ha mi az a Gnár damage-em úgy? Értem majd miért mondta, hogy semmiért nézzem meg a damage-et. Jó van. Jól van, assziszt, tehát akinek az az ulti, hogy ráteleportál valakire, az instant egy assziszt. Vagy több. Na, de én nem vitázni akartam, én csak azt mondtam, hogy nem éri meg nagy szájúskodni. Néha. csak ennyi. De egyébként jól játszottál, de nem azért, az a többi meccsen is. Mi akartok egy döntőt amúgy? Jézusom. Hát írjátok, ha akartok. De akkor azt már szolidabban fogom majd kommentálni.